A városi fenntartású óvodákban az utolsó előtti augusztusi héten már javában zajlanak a karbantartási munkálatok, valamint folyamatban van a takarítás. Magába foglalja az ablakmosástól kezdve a bútorok helyéből való kimozdítását, a szőnyegek a tisztítása, a játékok dezinfikálása, átellenőrzése, tehát ha valami törött és hiányosságot tapasztalunk, akkor azokat kivesszük a játékok közül, és újakkal próbáljuk pótolni. Tart a mellékhelyiségek takarítása és fertőtlenítése is. A Halpiac téri óvoda új ülőgarnitúrákkal gazdagodott a nyáron, amelyeket a municipálvárosi cég munkatársai raktak a helyükre. Az udvarok szintén sorra kerülnek, hogy a tanévkezdésre azok is rendben legyenek. Ami az iskolákat illeti, azokban is nagy üzem van, mivel a nagyobb felújításokat, átalakításokat csak ilyenkor lehet elvégezni. Így van ez a Vámbéri Ármin alapiskolában is, ahol sok segédeszközt sikerült beszerezni. Egy magánszemély felajánlása révén több új pad és szék is került az iskolába, és egyéb újdonságok szintén vannak. Rengeteg átalakítás történt ebben az időszakban. Értsük ez alatt, hogy több volt tanterem teljesen ki lett festve. Az olajrész is, a falrész is, a plafonrész is, javítások zajlottak, neoncsövek, radiátorok és egyéb apróságok, amik előjönnek és nagyobb munkát igényelnek. A Vámbéri felkészülten fogja várni a diákokat és szülőket egyaránt szeptember 2-án. Már ismertek a szeptember 2-ai tanévnyitók időpontjai. A Kodály Zoltán alapiskolában és a Jilemnyicki utcai alapiskolában 8 óra 30 perckor, a Vámbéri Ármin alapiskolában 9 órakor, a Szabó Gyula alapiskolában és a Smetana Ligeti alapiskolában pedig 9 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség.